Aknavető gránátot találtak a Wellis építkezési területén. Számos betöltetlen állás van az önkormányzati rendszerben. Vaddisznók dézsmálják a kertekben termesztett növényeket. Ózdi krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Aknavető gránátot találtak a Wellis építkezési területén ma délelőtt. A bombára a kivitelező cég munkatársai bukkantak rá. Úgy tudjuk, a robbanó test egy külföldi szállítmánnyal érkezett városunkba. Az érintett helyszínt a rendőrök és a tűzoltók további intézkedésig körbe kordonozták. A szerkezetet tűzszerészek távolítják el hamarosan a helyszínről. Nagy erőkkel folyik a Wellis Ózdi telephelyén a mintegy 24 ezer négyzetméter alapterületű csarnok kialakítása. Az épület váza is végleges formájához közelít, valamint a földmunkák is folyamatosak. Ma délelőtt meglepő látvány fogadta tereprendezés közben a kivitelező cég dolgozóit. Bombának látszó tárgyat találtak a helyszínen. Az Ózdi rendőrkapitányság egyenruhásai és az Ózdi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai a riasztást követően azonnal a területre siettek. Viszonylag hamar feltérképezték a helyzetet. Fényképeket készítettünk, ezt elküldtük a honvédségnek, illetve a tűzszerészeknek, a rendőrkollégákkal együtt. Ők a fényképek alapján beazonosították, hogy egy aknavető gránátról van szó, amit ugye nem jó mozgatni. A körbekordonozás megtörtént, a helyszínen legalább egy olyan 30 méteres területet körbekordonoztunk. Ezek pedig már azok a képek, amelyeket az építési részen rögzítettek az aknavető gránátról a helyi tűzoltók. A mintegy 25x15 cm-es robbanótest akár éles is lehet, így az a legbiztosabb, ha senki nem nyúl hozzá és nem megy a közelébe. Időközben kiderült, a bombát nem Ózdra dobták le. Stábunkat természetesen nem engedték be a munkaterületre forgatni, de helyszínen szerzett információink alapján elmondható, hogy a bombát vagy bombának látszó tárgyat nem itt ásták ki, hanem az Szlovákiából érkezett egy kőzúzdalék szállítmánnyal ide a helyszínre. A dolgozók a törmelék szétterítése közben akadtak rá a tárgyra. Az eset miatt sem az épületből, sem pedig az építési területről nem kellett kiküldeni senkit, így a munka tovább folytatódhatott. A szabályok szerint a tűzszerészet szakembereinek 30 napjuk van arra, hogy elszállítsák a gránátot a helyszínről. Viszont ez valószínűleg hamarabb megtörténik majd. Úgy tudjuk, már ma is történtek előrelépések ebben a tekintetben. Számos betöltetlen állás van az önkormányzati rendszer intézményeinél. Az utcegyi hatáskörében például ápolókat és szociális szakembereket keresnek, valamint óvodapedagógusok jelentkezését is várják az egységekbe. Az Ózdi Városüzemeltető intézménnyel pedig kőművesekre lenne szükség. Jellemzőnek számít városunkban, hogy az elvándorlás miatt a cégeknél komoly munkaerőcserélődés tapasztalható. A fluktuáció nem kerüli el az önkormányzati rendszer szereplőit sem. Az Ózdi és térsége szociális, egészségügyi és gyermekjóléti integrált intézménynél például folyamatosan várják a gondozónőket és az ápolókat. Az idős otthonokba ápoló és gondozó végzettségű szakembereket keresünk, a család és gyermekjóléti központ és szolgálatba pedig felsőfokú végzettséggel szociális munkás, szociálpedagógus, szociológus, a jogszabály által előírt szociális alap végzettséggel keresünk szakembereket. Elég sokszor az attól függ természetesen, hogy a munkaerő elvándorlás hogy alakul. De nem csak az elvándorlás jelent problémát, hanem a kiöregedés is, hiszen a pedagógus társadalom átlag életkora igencsak magasnak számít. Ennek megfelelően az Ózdi óvodákba is keresnek megfelelő felkészültségű szakembereket. Jelenleg Ózdváros önkormányzata fenntartásában ugye 4 óvodai intézmény működik. Mind a 4 intézménybe keresünk folyamatosan óvodapedagógusokat, hiszen a városban is igaz az a jelenség, ami országosan is, hogy nagyon nagy a hiány óvodapedagógusokból. Alapvetően a tagintézmények hirdetik meg, az óvodai intézményeknek a tagintézményei, tehát a tagovodái, és óvodapedagógus végzettség kell hozzá. Ezek mind a városi honlapon, tehát az álláshirdetések mind a városi honlapon, mind pedig a közalkalmazottak szakmai állásportáján, a közigálláson megjelennek.
Szintén szakembereket keresnek az Ózdi Városüzemeltető Intézménynél is. Ott kőműveseket várnak. Az előzőleg bemutatott állásokkal kapcsolatban a képernyőn látható elérhetőségekkel lehet jelentkezni. Holnaptól ismét emelkedik a benzin ára. Szerdától bruttó 2 forinttal kell többet fizetnünk a 95-ös literjéért. Ez azt eredményezi, hogy elértük az eddigi legmagasabb, rekordnak számító benzin átlagárat, így országosan már bruttó 453 forintba kerül. A gázolaj árát illetően a héten nem várható emelés, így ennek literára marad bruttó 447 forint. Ózdon kutanként eltérő az összeg, de még mindig jelentősen olcsóbb, mint az országos átlagár. Holnaptól városunkban a benzint 445, a gázolajat 434 forint körül tankolhatjuk majd. Vaddisznók teszik tönkre a kerteket városunkban. A lakók már tűrhetetlennek nevezik ezt az állapotot. Több 10 éves munkát semmisítenek meg a hivatlan vendégek. Az egyik érintett hölgy elmondása szerint több helyen jelezte már, hogy a vadállatok milyen károkat okoztak kertjében. Úgy tűnik, kissé bonyolult, hogy pontosan ekkor melyik szerv köteles eljárni. Onnan jönnek a másik portáról, ugye, mert ott is össze van törve a kerítés. Itt össze van törve a kerítés, ide már tettünk egy ilyen vadriasztó pisztolyt, hogy minden nap azért ne látogasson bennünket, de folyamatos. Kertje állapotát méri fel Bokor Gyuláné, miközben bemutatja, honnan is érkeznek a vaddisznók szinte nap mint nap. Több 10 éve művelik telküket, ám körülbelül 3 éve visszatérő ez a probléma. 2 nagy eperfájuk alul egy 1/2 kiló gyümölcsöt nem tud összeszedni, mert a vadállatok ürülékével van tele a terület. A kerítést minden nap tönkreteszik, így folyamatos munkát követel a védőháló rendbetétele. Az az igazság, hogy most már úgy vagyok vele, hogy kártérítést szeretnék kérni, mert ez nem kis összeg, ami kárt itten. Nem csak az idei évi málnámat, hanem a jövő évi termést is tönkretette, még azt a munkát, amit nekem itt még a helyreállításon végezni kell. Az első 3 szedésnél 1,5 kilókat szedtem le, akkor be lehet szorozni, hogy július 5-től hány kiló málnától estem el. Éjjel érkeznek az állatok. A vadásztársaságtól vadriasztó folyadékot is kaptak, remélve ezzel távol tudják tartani a kéretlen látogatókat, de ez sem vált be. Az almát, a faepret, a szilvát, a málnát, a répát és a krumplit is tönkretették. Semmi termésük nem maradt. A hölgy több helyen jelezte már, hogy a vaddisznók milyen károkat okoztak kertjében. Úgy tűnik, kissé bonyolult a procedúra, hogy ekkor pontosan melyik szerv köteles eljárni. Szerkesztőségünk felvette a kapcsolatot az érintettekkel. Amikor bármilyen információt megtudunk ezzel az üggyel kapcsolatban, tájékoztatni fogjuk nézőinket. Fontos ilyenkor, hogy jó állapotú kerítéssel rendelkezzenek a lakók, így megnehezítve az állatok bejutását. Az őzek is tudnak nagy kárt okozni, a vaddisznók pedig sokakban félelmet kelthetnek. Ózdon ez egyébként már nem az első hasonló eset. Néhány évvel ezelőtt a városközpontban is megjelentek az állatok. 25 hátrányos helyzetű fiatal látogatta meg az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékparkot ma délelőtt. A Tumenca Veletek Egyesület célkitűzése, hogy a hétestelepi gyerekekkel megismertessék a helyi kulturális intézményeket, és segítsék őket a társadalmi beilleszkedésben. Ismét gyerekzsivajtó volt hangos az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark. A Tumenca Veletek Egyesület egy olyan programsorozatot valósít meg, amelynek keretében egy hónap alatt megismertetik a hátrányos helyzetű fiatalokkal a digitális erőművet és a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot is. Berki Rita a szervezet helyi aktivistája szerint örömteli, hogy ilyen szeretettel fogadták őket az intézmények. Egy szegrátumban élünk, hétesben, és ugye a sok roma gyerek még nem volt múzeumban a legtöbbje. És akkor a Tumenca Veletek Egyesületével, Somi Judittal és a többiekkel szerveztünk egy ilyet. És egy hónapon keresztül 25-ösével hordtuk a gyerekeket be. És ez ideig a 4. állomás, ahova eljöttünk, hogy ők is lássák belülre a múzeumot, megismerjék minden részét, és ne az legyen, hogy romák vagyunk, és a gyerekek el vannak úgy taszítva, kirekesztve, ők teljesen, és nem is látták még a múzeumot egyik részét se, se az újat, se a régit, és így megismertessük velük lépésről lépésre. A csoport több állandó kiállítást is megtekintett. Ennek megfelelően megismerkedhettek az egykor itt élő emberek mindennapi használati tárgyaival, munkászközeivel és az életmódjukkal is. Bartók Gábor vezetésével itt testközelből figyelhették meg a történelmileg fontos mozzanatokat.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél többen megismerjék már gyerekkorban is, hogy milyen volt Ózdváros múltja, milyen a jelene és a jövője. Milyen időszaki kiállítások vannak, amikkel nagyon sok színes dolgot tapasztalnak meg, bővíteni tudják a látásmódjukat, és egy tartalmas napot tudnak eltölteni a nyári szünidő alatt. A fiatalok nagyon élvezték a programot, és a jövőben szeretnének ide visszatérni. A tervek szerint azok, akik végig jól viselkedtek, augusztusban egy olyan kiránduláson is részt vehetnek majd, ahol az állatok világával ismerkedhetnek meg. A Miskolci állatkertbe tehetnek látogatást. Hosszú idő után mutatott be ismét koreográfiákat a nagyközönségnek az Ózdi Néptánc Egyesület. A helyi csoport Sajó Velezre kapott meghívást, ahol a Velez Néptánc Együttessel karöltve próbálták népszerűsíteni a hazai táncokat. A Néptánc Házhoz megy című program keretében a falu több pontján perdültek táncra, valamint az ottani lakosságot is bevonták a mulatozásba. Ronyec Ákos, az ONE művészeti vezetője szerint a kihagyást követően mindenkinek szüksége volt egy ilyen örömteli eseményre, amely a kapcsolatok ápolásán túl az új koreográfia gyakorlásában is segítséget nyújtott. Nagyon vártuk már, de mindenki, aki ebbe a műfajba tevékenykedik, biztos, hogy így van vele, hasonlóan éreztek. Nagyon vártuk, hogy megint kimehessünk tényleg a szabadba, aztán csinálhatjuk azt, amit annyira szeretünk. Ez egy remek lehetőség volt erre. Itt többször is ugye táncolhattunk, tehát nem az volt, hogy egy fél órás műsort adunk, és akkor vége, hanem itt tényleg órákon keresztül mentünk, énekeltünk és táncolhattunk. Ezüstérmet szerzett az országos serdülő bajnokságon Endrész György. Az Ózdi súlyemelő és fitnessklub kiválósága az utánpótlás korúak legrangosabb hazai seregszemléjén, a Balaton közeli Tamásiban lépett dobogóra. Az U15-ös korosztály 96 kg-os súlycsoportjában a nap folyamán 5 darab eredményes fogást mutatott be, amivel egyéni csúcsot állított be. Teljesítménye pedig ezúttal a dobogó második fokára volt elegendő. Ózdi siker született az első ultralupató kétnapos futófesztiválon. A péntek este rajtoló Dunakanyarban zajló verseny egyéniben és váltóban is teljesíthető volt. A résztvevők több távon is kipróbálhatták felkészültségüket, a befutók után pedig a Lupa Beach-en pihenhették ki fáradalmaikat. A hétvége időjárása extrém kihívásokat tartogatott minden indulónak. Pénteken a terepviszonyok mellett a hőséggel, valamint több mint 70 sportemberrel kellett megküzdenie Fábián Norbertnek a 21 kilométeres távon. Igen, szoros volt a küzdelem, 6 kilométernél mindössze 1-1 másodperc választotta el egymástól az élbolyban futókat. A Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület színeit képviselő versenyző egyébként az Ózdi Lánglovagok Egységét erősíti. Norbert 1 óra 30 perc 58 másodperc alatt ért célba, bár elmaradt egyéni legjobb idejétől, de ez most pont elég volt ahhoz, hogy az abszolút mezőnyben mindenkit maga mögé utasítson. Az eredményhirdetés koradobogó legfelső fokára léphetett fel. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Aknavető gránátot találtak a Wellis építkezési területén, a robbanó test egy külföldi szállítmánnyal érkezett városunkba. A helyszínt a hatóság körbe kordonozta. Számos betöltetlen állás van az önkormányzati rendszer intézményeinél. Gondozó nők és óvodapedagógusok jelentkezését várják, de kőművesek is kellenek. Vaddisznók teszik tönkre a kerteket városunkban. A területen lakók már tűrhetetlennek nevezik ezt az állapotot. Több tíz éves munkát semmisítenek meg az állatok. 25 hátrányos helyzetű fiatal látogatta meg az Ózdi Muzeális Gyűjteményt. A Tumenca Veletek Egyesület célkitűzése, hogy segítsék a hétes telepi gyerekeket. A híradó után lássuk, milyen időjárás lesz holnap. Szerdán tovább melegszik a levegő, de felhős, kisé borult időre számíthatunk. Magas lesz az UVB-sugárzás, amit enyhe északi szél kísér. A hőmérséklet a reggeli órákban 21, napközben pedig 27 fok körül alakul majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik.
Híradónkat követően Kaleidoszkop című magazinunkat ajánlom figyelmükbe. A műsorban szó lesz az Ózdi Városi Könyvtár mindennapjairól, a hazahúzó stábjának Ózdi forgatásáról, és megmutatjuk azt is, hogyan zajlanak a múzeumban a tematikus foglalkozások. Szurdo Krisztina már várja Önöket. Friss hírekkel szerdán is ugyanebben az időben jelentkezünk. Vigyázzanak magukra, legyen szép estét, viszontlátásra!